lazán akarják. Jó, nagyon ügyes. Jó, és készen is vagyunk. Egy enyhe szúróérzés a vállban, és az ember már védett is a koronavírus ellen. Csütörtökön a háziorvosok Tolna megyében, ugyanúgy, mint az ország valamennyi részén megkezdték a 82 évnél idősebb krónikus betegek beoltását. A tolnai Buher Vendelni az elsők között regisztrált online a vakcinára. Biztonságban érezzem magam, és hogy a gyerekeim is biztonságban érezzék magukat. Mához 4 hétre, március 4-én ugyanígy reggel vissza jó, kell jönni, jó? És akkor Moderna nevezetű oltóanyagot fogja megkapni. Tolna megyében Endrődi László Csabáé a 20 háziorvosi körzet egyike, amelyekhez vittek egy ampulla oltóanyagot. Ugyanis Szekszárdon ez az egyik olyan praxis, ahonnan a legtöbb idős ember regisztrált. Ma a Moderna oltóanyaggal oltunk itt a háziorvosi rendelőkben, és a kórházba lehetett küldeni betegeinket, akiket a Pfizer oltóanyaggal oltanak. Itt a Modernával kétszer oltunk, 28 napos különbséggel 0,5 ml-t adunk a betegeknek. Az Operatív Törzs Oltási Bizottságának elnöke érkezik a Tolna megyei oltási munkacsoport értekezletére. A felvételek február 3-án szerdán készültek. György István államtitkár azért látogatott el Tolna megyébe, hogy a héten kezdődött tömeges oltás tervének részleteiről tájékoztassa az itteni szakembereket, illetve meghallgassa a helyi észrevételeket. Összesen 5000 háziorvosi praxis van. Felnőtt háziorvosi praxis, amely alkalmas erre az oltásra, ebből 1080 praxisban tudunk most egy ampulla Moderna vakcinát adni, ami azt jelenti, hogy 10 főnek a beoltására alkalmas. Van olyan település egyébként, ahol a 82 éven felüliek száma összességében nem teszi ki ezt a 10 főt, de ezért igyekeztünk ezt úgy allokálni, úgy elosztani, és ehhez a megyei oltási munkacsoportok segítségét is igénybe vettük. A házi orvosok mellett a kórházi orvosok is elkezdenek a héten oltani. Ők a nehezen tárolható Pfizer vakcinákat adják be az erre a célra kialakított oltópontokon. Tolna megyében felkészültek a tömeges oltásra. A főként egészségügyi szakemberekből álló oltási bizottság már hetek óta dolgozik az előkészítő munkán. Arról, hogy a lakosság milyen ütemben kaphatja meg az oltásokat, és hogy mikor kezdődhet meg a járványügyi korlátozások feloldása, Orbán Viktor február 4-én és 5-én is beszélt. A vakcina kérdés a kormány számára nem politikai kérdés, nekünk mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, csak fogja meg az egeret, ezért nyugati vakcinát, keleti vakcinát is használunk, oroszt, kínait, amerikait és angolt is. A miniszterelnök azt mondta, februárban nemzeti konzultációt indítanak arról, hogy fokozatosan vagy egyszerre oldják-e fel a járványügyi korlátozásokat, az eredményeket pedig már március 1-ére feldolgozzák. Tavaly novemberben kezdődött Tolna megyében a pedagógusok önkéntes központi szűrése. A lehetőséggel akkor hétről hétre rengeteg tanár, bölcsődei és óvodai nevelő élt. Jelenleg 2 kollégánk pozitív, illetőleg egy osztály van karanténban, mert ott 2 tanuló lett pozitív, az egyik múlt szombaton, a másik pedig szerdai napon. Tehát most a hétvégéig ez az osztály karanténban van, megkaptam már a határozatot is. Bízunk benne, hogy eddig elkerült bennünket, tehát most kezdtük. Azért bízunk benne, hogy ez a szűrés mindenképpen segít, ennek nagyon örülünk. A teszteket és a védőfelszerelést a kormányhivatal biztosította, mint ahogyan a szűréseken dolgozók elszállásolását és étkezését is ők szervezték meg. 4200 pedagógust, bölcsődei, óvodai, illetve általános iskolában és 6-osztályos gimnáziumban tanító pedagógusokat fogunk egy menetrend szerint tesztelni. Ennek a tesztelésnek az a rövid lényege, hogy a kormány által meghatározott alapelveknek megfelelően próbáljuk meg a vírus terjedését ezzel a teszteléssel csökkenteni. Hasonlóan fontos feladat hárult a Tolna megyei kormányhivatalra idén januárban is, amikor a szociális otthonokban, idős otthonokban dolgozók és gondozottak oltása következett. Ezért is tartjuk fontos dolognak ezt a mostani eseményt, mert Tolna megyében a úgynevezett idős otthonokban lakóknak és itt dolgozóknak az oltása ez a mai napon kezdődött meg. Az egészségügyi kormányzat egyrészt meghatározta, hogy a
különféle sorrendek alapján, de nyilvánvalóan először az egészségügyi dolgozókat és az időskorúakat, szociális otthonokban élőket kell leoltani, illetve meghatározta azt is, hogy lélekszám szerint milyen sorrendben kerüljön erre sor. Tolna megyében ez a Bátaszéki otthon az első, és nyilván a többi otthont is folyamatosan ott is meg fog történni az időseknek és a dolgozóknak az oltása. Azért fontos, amit már többször hangsúlyoztunk, nyilvánvaló az idős emberekről gondoskodni kell. Ők itt többen élnek egy ilyen otthonban. Fontos dolog az, hogy a betegséget ne kapják meg, vagy ha átestek rajta, akkor ismételten ne kapják meg. Nyilván az egészségüknek a megóvásának az érdeke, ez az diktálja. Tehát ezért tartjuk ezt fontosnak. Természetesen, akik itt dolgoznak, ők egészségügyi dolgozónak minősülnek. Nyilvánvaló, hogy kölcsönös az érdek, tehát az idős emberek az ápolóktól, az ápolók pedig az idős emberektől ne kapják el a betegséget. Nyilvánvaló, hogy ez az otthon a kiinduló pont, itt egy meghatározott időn belül megtörténik az ismételt oltás, és valójában akkor lesznek védettek az itt leoltottak. Folyamatosan néhány héten belül én azt gondolom, hogy az összes otthonra Tolna megyébe sor fog kerülni. Az idős otthonok lakóinak oltása múlt héten, január utolsó hetén zárult le. Ezt követően kezdődhetett meg a lakosság tömeges oltása, előrevéve a legveszélyeztetettebbeket. Tavaszra pedig a tervek szerint már olyan sokan leszünk beoltva, hogy lassan visszatérhetünk a régi életünkhöz.